Ismét kiütőben mérkőzhettek a debreceni diákok. Ma középiskolások versenyeztek azért, hogy ott legyenek a döntő fordulóban. Diákoktól volt hangos délelőtt a Debreceni Szakképzési Centrum, Beregszászi Pál Technikum és Kollégium. Az amatőr kiütő bajnokság 9-11. Évfolyamos korcsoportjában összesen 22 csapat, több mint 230 tanulója versenyez az első fordulóban. A Mozdulj Debrecen iskolaprogram részeként megrendezett verseny célja, hogy mozgásra ösztönözze azokat a fiatalokat is, akik egyébként nem sportolnak. A kiütő minden korosztály számára ismert és kedvelt játék, ami segíthet népszerűsíteni a testmozgást a diákok körében. Ez egy találkozás gyakorlatilag a gyerekekkel, akik lehet, hogy a testnevelés órán nem annyira aktívak, nem annyira ügyesek, és itt van a pedagógusnak lehetősége arra, hogy igenis beszéljen vele, életmód tanácsadást adjon, hiszen nagyon fontos az, hogy emellett életmódot is kell váltani ezeknek a gyermekeknek.